Miután a törvény életben van, és a Velencei Bizottságnak egyetlen egy pontját sem hajtották végre, ezért ezen a helyzeten a helyzet itt nem változik. Új miniszterasszonyunk van, igaz, hogy annyira nem új, mert a minisztériumban dolgozott korábban is, minden tárgyaláson ő is jelen volt, tehát amennyiben nem születik politikai döntés a vonal változásáról, akkor marad a régi vonal, de nagyon remélem, hogy ebben az új pozícióban fiatalként másképp fogja látni a világot, és másképp fogja intézni a dolgaikat. Egyébként pedig a mindenféle kihívás ellenére a válasza a kárpátaljai magyarságnak az, hogy egyre többen akarnak anyanyelvükön tanulni. Annak ellenére, hogy demográfiai hullámvölgy van, hogy nagyon sokan külföldön élnek és dolgoznak, egyre többen ismerik fel az anyanyelvben és a magyar nyelvben rejlő lehetőségeket. Olyanok is, akik már a családban elvesztették a magyar nyelvet, mert a nagymama még magyar volt, de az unoka már nem biztos, hogy jól, vagy egyáltalán tud magyarul. Ezt tapasztaltam például tegnap Agnes Latinán, ahol 22 elsős indult neki az életnek a magyar iskolába, a Bólya iskolába, abba az iskolába, amit éppen 30 évvel ezelőtt sikerült, még a Szovjetunió utolsó éveiben visszaállítani önállóságát, úgy, hogy kaptak egy életveszélyessé nyilvánított óvodát, és azt mondta az akkori szovjet hatalom, ha ezt üzemképessé tudja a közösség, aki igényelt az iskolát tenni, akkor szeptemberben megnyitjuk. Ezt az óvodát május végén adták át a szlatinai közösségnek, és akkor Kárpátalján egy olyan magyar-magyar összefogás mutatkozott, ahol minden nap több tucat fiatal, kőműves, mester ment Viskről, de az alföldi részekről is, ahol kolhoz elnökök támogatták őket, magyar érzelműek, és augusztusban megnyílt az iskola, szeptemberben. Ennek a 30. évfordulója volt, és most is érzek egy hasonló jellegű összefogást, mentális összefogást, hiszen több mint 2000 elsősünk van az összes iskolákban, a legtöbb helyen 4 párhuzamos osztályt kellett nyitni a városokban, ott, ahol volt, amikor csak egy osztály indulhatott, így akár Beregszázban, vagy Nagydobronyban, Ungváron 3 párhuzamos első van, de a másik iskolában is 2, és hál' Istennek a főiskolára is nagyon sokan jelentkeztek. A mesterszintre mintegy 100 diákot veszünk fel, a BSC szintre több mint 200-at, 100-an jöttek a felsőfokú szakképzési intézetbe, és a magyarországi egyetemekkel kötött, kihelyezett képzésekként ismert, de közös együttműködésen alapul, de Beregszázban megvalósuló intézménybe is 100-on felül a jelentkezők száma, majdnem eléri a 150-et, és ebben az évben úgy néz ki, sikerül beindítani a Mátészalkai Szakképzési Centrummal és a Baross Mezőgazdasági Mátészalkai Szakképzési Intézettel a Nagydobronyban a szakmunkás képzést, és oda is több mint 100 diák van. Ha összeadom ezeket a számokat, akkor a főiskola ezen a nyáron a különböző képzési szinteken több mint 500 friss hallgatóval gyarapodott. Lehetőségeket a jövő fogja meghozni. A kormány még eddig éppen hogy felállt augusztus végén. Jó kezdet, hogy szeptember 1-jére új kormányunk van. A kérdés most már az, hogy ez a kormány milyen irányba fogja Ukrajna hajóját elmozdítani, és miben lesz új, modern és európai szellemű.